A világháborúkban elesett hősök előtt tiszteleg minden május utolsó vasárnapján a nemzet. Ahol pedig háború van, ott áldozat is van, és évszázadok küzdelmeiben honfitársaink százezrei pusztulnak el a harcszereken, frontokon, háborúkban. Mondta Gyurkovics János, szekszárdváros alpolgármestere beszédében. Kiemelte, mindenkornak megvannak a maga hősei, akik életüket áldozták a jelen szabadságáért, békéjéért. Minden kornak megvannak a kihívásai, amivel szembe kell nézni, és kőkeményen végre kell hajtani, meg kell oldani a problémákat, hogy minél kevesebb áldozattal, minél kevesebb problémával tudjuk a mindennapi életünket megélni. A szónok arról is beszélt, számtalan olyan hőse van a történelemnek, akik névtelenül küzdöttek, és fegyvert sem fogtak, mégis hősiesen helytálltak a kor kihívásaival szemben. Az ünnep záró akkordjaként Szekszárdváros Fidesz frakciója, a város vezetése és több társadalmi szervezet helyezett el koszorút az első és a második világháborús emlékműnél.